Mai órától áttérünk a nemzetközi vizekre ismét, hát annyi véget vetettünk a magyar történelmi résznek, és egy kicsit most kitekintünk megint a világra, méghozzá az úgynevezett polgárosodási vagy forradalmasodás korának időszakára, amely hát a történelem egyik legjelentősebb eseményével kezdődik, magával a nagy francia forradalommal. Hogy miért annyira jelentős a nagy francia forradalom? Hát azért, mert a modernkori világ kialakulásának az egyik jelentős lépése a nagy francia forradalom. A francia forradalom és az azt követő napóleoni uralomnak köszönhető az, hogy hát egy kissé átalakul a világ, és a feudalizmus gyakorlatilag eltűnik a világból. Ez a nagy francia forradalomnak egyértelműen az egyik nagy hatása. De hát nézzük is meg ezt a nagy francia forradalmat, nem egy egyszerű tananyag, ezt hozzá kell tennem. Megpróbáltam leegyszerűsíteni nektek. Én amikor ezt az egyetemen is tanultam, mindenki kivétel nélkül egyetlen egy dologban hitt, hogy soha egyetlen egy vizsgán sem húz ki semmit sem a nagy francia forradalomból, mert hogyha ebben nagyon mélyen bele akarunk menni, egy rendkívül bonyolult rendszer, nem nagyon lehet lekövetni feltétlenül mi, mikor, kit és hogyan és miért öl meg, vagy nem öl meg, vagy tart meg, vagy miért maradott, vagy miért jó, miért nem jó. Szóval nagyon sok minden van benne, amin el lehet veszni. Na most aki megijedt, az ne ijedje meg annyira. Én egy hát leegyszerűsített változatát fogom természetesen a nagy francia forradalomnak leadni. Legfőképpen az esemény története fókuszálva, ideológiákat nem kutatva. Előzmények. Ugye minden forradalomnak vannak előzményei, mi vezet oda, hogy kirobban a nagy francia forradalom. Ugye alapvetően Franciaország egy abszolutisztikus monarchia. Ugye emlékszünk, utoljára 14. Lajosnál foglalkoztunk vele, illetve amennyit még hallottunk róla, hogy a franciák részt vesznek az amerikai függetlenségi háborúba, amely nagyon sok pénzükbe kerül, ennek köszönhetően a királyi kincstár finoman szólva kiürül. Az egy más kérdés, hogy a francia rossz nyelvek nem azt mondják, hogy az amerikai polgárháború vagy szabadságharc miatt ürül ki a kincstár, hanem azt mondják, hogy azért, mert 16. Lajos, mert akkor ekkor ő az uralkodó, 16. Lajosnak a hát drága felesége, Mária Antoinette, aki hát nem más, mint Mária Tercsikének a lánya, Mária Terézia lánya. Szóval ez a Mária Antoinette nagyon sok pénzt költ, állítólag soha nem veszi fel ugyanazt a ruhát, ez természetesen csak egy mendemonda, mert ez nem igaz, de tény az, hogy a királyi udvar pompájának fenntartása nagyon sokba kerül, és hát a királyi kincstár finoman szólva is kiürül. Ehhez még jön az is, hogy 1780-as években egy úgynevezett kis jégkorszak van Európában, ami azt jelenti, hogy hidegre fordul az időjárás. És 10 évig tartó hideg időszak van, ami annyit jelent, hogy sokkal rosszabbak a termés átlagok, tehát kevesebb termény terem a földeken, mint egyébként lennie kellene, amely az élelmiszeráraknak az emelkedéséhez vezet, illetve ahhoz, hogy éhínség lesz Franciaországon. Na most pedig azt tudjuk, hogy az éhes ember az azért mindig kicsit neccesebb, könnyebben lázad föl, könnyebben okoz galibát, ugye? Hát nagyon jó példa erre az összes Snickers reklám, hogy azért egy éhes férfi hogyan változik egy hisztis nővé. Ugyanez igaz a társadalomra is, hogyha az emberek éhesek, akkor hát könnyebben mennek bele egy forradalomba. Ráadásul a rossz termés átlagok miatt nyilván az adók is lecsökkentek, illetve nem is érkeznek be, és hát nyilván ez érzékenyen érinti az amúgy is üres kincstárat. Ezen változtatni kell, és ezért 1789-ben úgy dönt 16. Lajos, hogy adót emel. De ezt nem teheti meg önmaga, nincsen joga hozzá, ugyanis ez a jogkör a rendi országgyűlésnek a jogköre, azaz 1789-ben az egyébként abszolút módon abszolutisztikus monarchiaként működő Franciaországban összehívják a nemesi gyűlést, amely nagyjából 175 éve nem volt összehívva Franciaországban. Íme egy óriási lehetőség természetesen, akiknek lehetőségük van, hogy részt vegyenek ezen az országgyűlésen, nem csak olyan túlzottan sokan egyébként,
azok nagyon is készülnek erre az országgyűlésre, hogy na itt aztán akkor most aztán mindent megváltozhatunk, hiszen 175 éve nem történtek változások, és hát nagyon sok minden nem kellene Franciaországban változtatni. Főleg az úgynevezett harmadik rendnek a képviselői készülnek nagyon, ugyanis Franciaországban három rendet különböztetünk meg jellemzően, akik részt vetnek a parlamenti üléseken. Meg is nézzük, hogy melyik ez a három rend mindjárt. Íme egy karikatúra a három rendről. Talán a keresztből látszik, hogy van egyszer az egyház, mögötte ott a karból látszik, hogy vannak a nemesek, és van a harmadik rend, vagy más néven közrend, aki ezt a másik kettőt a hátán hordja. Mert hogy a közrend adja az adókat, a közrend ad mindent, a nemesek meg a egyháziak meg nem adóznak, csak a pénzt viszik el, de azt nagy mennyiségben. És hogy mennyien van? Hát az első rend, amivel a papság található, nagyjából a lakosság fél százalékát teszi ki Franciaországban. A második rend, a nemesség az körülbelül a másfél százalékot. A lakosság maradék 98%-a vagy városlakó, vagy paraszt. A parasztok és a városlakók azok nem nagyon vehetnek részt egyébként a rendi gyűléseken, csak akkor, hogyha valamiféle cenzust átlépnek, vagy olyan cenzust, ezt a paraszt sem nem is tudja megtenni, így a városi lakosságnak vannak képviselőik a harmadik rendben, akik bejuthatnak, de hát ők is viszonylag kevesen. Tehát nagyjából az ország lakosságát az 15%-a képviseli az ország lakosságának. Az is egy elég furcsa megoldásban, mert hogy a francia rendi gyűlés az három rendből áll, ugye nem úgy, mint a magyar, ahol volt alsó meg felső tábla, itt három tábla van az első tábla, vagy első rend a papság, akinek 300 képviselője van, tehát a fél százalékból 300 képviselője van. Van a második rend a nemesség, akinek szintén 300 képviselője van a másfél százalékra, és 98%-ot meg szintén képvisel 300 képviselő, illetve mivel kikövetelik maguknak, ezért lesznek 600-an. Nem, mintha ebben többet élnének el, ugyanis a szavazás a következőképpen történik. A különböző rendek mindegyik megkapja a javaslatokat, amiket aztán elolvas, megtárgyal, megbeszél, majd döntenek róla. Minden rend külön dönt, majd a három rendnek a szavazatait összevetik, és a kettő egy arányban győzedelmeskedik, amit megszavaznak. Na most egy gond van, hogy a papság és a nemesség jellemzően ugyanazt akarja, mint a király. Ennek köszönhetően a harmadik renddel találják magukat szembe, akinek viszont semmiféle szavazati lehetősége ebben nincsen, hiszen csak egy szavazatot tudnak leadni, és a másik kettővel szemben ezzel nem tudnak nyerni. Nyilván ezen változást akarnak a harmadik rend. Hát hogyan történt meg a változás? A változást az, az igazság, hogy nem is a harmadik rend fogja elhozni, hanem maga a király. Na nem szándékosan. Ugyanis a harmadik rend nem működik együtt a királlyal, és fellázadnak a király ellen, aminek az lesz a végeredménye, hogy a király bezáratja a rendi gyűlést. Hát olyan sok eredményt nem értek el. Mellette a nép alkotmányt követel Franciaországnak, ami meg nincsen neki. A király bezáratja végül a rendi gyűlést, egyszer oda mennek reggel a rendek, és lakat lesz szakad ajtón, nem tudnak bemenni. Na hát erre nem kell több, a harmadik rend keresgél a Versailles-i palotába. Van ott tenékhely bőven, és megtalálják a labdaházat, ami éppen itt van. Ez egy ilyen játszóház, itt tudok kidobózni, vagy dobálózni, vagy valami hasonlót csinálni a labdával. Hát ma már teniszcsarnok lenne belőle nagy valószínűséggel. És ebben az épületben gyűlnek össze, de nem csak a harmadik rend képviselői, hanem a másik két rendből is a reformpárti képviselők csatlakoznak a harmadik rendhez, akik kimondják a labdaházi esküt, amelynek a lényege, hogy addig nem hagyják el a területet, a labdaházat, ameddig alkotmányt nem adnak Franciaországban. És innentől fogva a labdaházi esküvel ez a nemzetgyűlés, mert most már nem rendi gyűlésről beszélünk, hiszen a három rendnek a tagjai együtt ülnek, ez a nemzetgyűlés alkotmányozó nemzetgyűlésé válik. Íme
a labdaházi eskü, és ugye itt a kép elején nagyon jól látszik a három rend, ahogy összeölelkezik. Ugye a nemzetgyűlésen már 1200 képviselő van, ugye ott van a 300 pap, 300 nemes és a 600 közrendű, és minden ember szavazata egyetért. Tehát fejenként szavaznak 1200 képviselő, amit megszavaznak 50% plusz egyel, azt általában el is fogadják. Na most. 14. Lajos egy ilyen sikam, vagy 16. bocsánat. 16. Lajos egy ilyen sikamlós személy, aki még el is fogadja ezt a nemzetgyűlést. Kérdését persze csak nyilván papíron fogadja, ott mutatja, hogy igen, 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 oké, rendben, de közben összegyűjti a hadsereget, amit Versailles akar küldeni. Azonban arra nem számít, hogy a nemzetgyűlést megtámogatja a párizsi nép, akik mielőtt a hadsereg kimehetne Párizsból, 1789. július 14-én természetesen kötelező tátum, ágyból felkeltve a horvát tengerparton, a tenger mélyén búvárkodva, úgysem most mennek oda COVID-19-ezni. Szóval, amikor onnan fölkeltem magukat, akkor is tudniuk kell, hogy 1789. július 14-e az nem más, mint a francia forradalom kirobbanása, nem ekkor robban ki, de ezt szoktuk ennek mondani, mert ekkor történik még egy fontos esemény. A nép megostromolja a király által fenntartott politikai börtönt, amely Párizs közepén található, a Bastille-t. Na most az ostrom elég komoly, összesen 7 fogoly van egyébként a Bastille-ban, azok sem mindegyik politikai fogoly. Ettől függetlenül ez az erőd rendszert, mert az egyébként a Bastille, ezt az erőd tömlöcöt, ezt elég jól őrzik, komoly csatapaté lesz, míg aztán a nemzetőrség is a forradalmisták oldalára áll, és innentől fogva megadják magukat a Bastille védői. Hamarosan a közkatonák is a forradalmik oldalának, tehát a királynak nem jött be, és a királynak nem maradt olyan ütőképes hadserege, amellyel az alkotmányozó nemzetgyűlést fel tudná oszlatni. Létrehozzák a nemzetőrséget, amelyre azért van szükség, mert egy ilyen forradalmi helyzetben, ha kinyitják a börtönkapukat, nagyon sok köztörvényes bűnöző is utcára kerül, és akkor ezeknek a visszatartására való a nemzetőrség, hát az egy más kérdés, hogy később majd aztán hát politikai rendőrséget is játszik a nemzetőrség. Íme a Bastille ostroma egy típusú képen. A franciák a nemzeti színeiket fölteszik magukra, ugye ez a forradalom színei is, a piros-fehér-kék, amiből kokárdát csinál, kokárda lesz a francia forradalmi jelképe, tehát a kokárda nem csak a magyar 48-as forradalmi jelképe, hanem 1789-es nagy francia forradalom jelképe is. És íme egy forradalmi család, amint éppen sétálgatnak az utcán, megszerezve a megfelelő élelmet. És hát július 14-e a franciák legnagyobb nemzeti ünnepe, ez ugyanolyan, mint nálunk a március 15, csak ők még meg is ünneplik normálisan, tehát mi azért ennél kevésbé szoktuk, inkább mi az augusztus 20-át ünnepeljük meg ilyen látványosan. Ugye minden francia színekben pompázik, a Tour de France-nak van ilyenkor szakasz, és nagyon nagy dicsőség, hogyha francia nyeri azt a szakaszt, tehát fontosak ezek a dolgok. Idén nem lesz ekkor a Tour de France-nak egyébként pont szakasza, mert ugye elhalasztották augusztus végére ezt a remek kerékpáros rendezvényt. Nézzük meg, hogy a alkotmányozó nemzetgyűlés milyen törvényeket hoz, vagy milyen problémákkal találja magát szembe. Hát az egyik ilyen dolog az a vidéki forradalom. Vidéken is kirobban a forradalom. Elsősorban jobbágyok robbantják ki, megtámadják a nemeseket, meglincselik őket, elégetik azokat a papírokat, amelyekkel a főbe egyező, hogy mennyit kéne befizetniük. Nagy rettegés időszakának hívják ezt az időszakot, amikor is a vidéki nemesek hát nagy többségében hát nem is kardélre, de inkább vasvilra élre helyeződik a fejük. Majd jöttünk, láttunk, visszamennénk sorozatnak az egyik részében van egy ilyen rövid kis bejátszás, ami pont ekkora nagy rettegés időszakában játszódik egyébként. A másik fontos lépés, hogy olyan törvényeket hoznak, amelyek felszámolják a feudalizmust. Hogy mik ezek? Hát először is eltörik a kiváltságokat.
Nincsenek. Nincsen nemesi adómentesség, nincsen papi tized, és nincsen jobbágyi robot. Ezeket a kiváltságokat, kötelezettségeket, amelyek megnyomorították a francia népet, ezeket eltörölték. Pénze volt szükségük, ezért az egyházi tulajdont kisajtották. Ugye egyháza nincsen szükség, egy ilyen helyzetben államosítanak, majd pedig azokat a földeket, amiket megszerzett az állam az egyháztól, megpróbálják eladni, hogy pénzt szerzenek belőle. A legfontosabb lépés, amikor kiadják az emberi és polgári jogok nyilatkozatát, ez későbbi francia alkotmánynak az alapját is adja. A legfontosabb gondolata egyértelműen felvilágosult gondolat, minden ember szabadnak és egyenlőnek születik, az államvezetők hatalma pedig a néptől ered, tehát még egy alkotmányos király is. Mert hogy 1791-től Franciaország alkotmányos monarchiává válik, a nemzetgyűlés és a király közösen fog uralkodni, hát mint addig, amíg a királynak lesz feje, mert egy idő után majd lenyakazzák, de az egy másik kérdés, a következő órán lesz majd arról is szó. Íme a vidéki nagyrettegés időszaka, amikor a nemesi kúriákat hát gyakorlatilag felprédálják a vidéken élő jobbágyok. Ez pedig az emberi és polgári jogok nyilatkozatának könyvei, vagy papírjai így néznek ki. Ez a felvilágosodás egyik legfontosabb irata egyébként. Ugye nagyjából hasonló, mint az amerikai függetlenségi nyilatkozat, tehát hasonló gondolatokkal is rendelkezik.